devizahitelmentes napot. A hatos csatorna vendége Fehér Tímea, az első magyar családmentor ügyvezetője. A cég több más portfólió mellett a devizahitelesek megsegítésével is foglalkozik. Ez így önmagában jól hangzik, de ez a gyakorlatban hogy néz ki? Üdvözlöm és üdvözlöm a nézőket is. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy mi alapvetően a családokat a különböző élethelyzetekből adódó döntéseikben próbáljuk meg segíteni, főleg információkkal. Független és szakmai hátteret szeretnénk a családoknak biztosítani arra, hogy az különböző élethelyzetekből adódó döntéseiket meghozzák. És hát ugye az egyik kiemelt terület sajnos vagy a devizahiteleknek a problémája, amivel szinte majdnem minden család esetében szembesülünk. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a családok megkeresnek minket, illetve mi is próbálunk ugye eljutni a családokhoz. Először egy ingyenes konzultációs lehetőséget biztosítunk mindenki számára, hiszen minden ügy egyedi, mindenkinek más problémája lehet, még a devizahitelen belül is, tehát nem lehet általánosítani, igen, én azt gondolom. És ezután ugye egy szakmai team, akár ugye egy szakmai pénzügyi tanácsadásban, vagy segítségben, pontosabban, illetve ha arról van szó jogi, tehát ügyvédek által egy jogi támogatást kap a család, akinek erre ugye igénye van, és akinek látjuk, hogy valóban tudunk segíteni, mert azért hozzá kell tenni, hogy nem mindenkinek tudunk segíteni. Ezt így meg is mondjátok szemtől szembe? Igen, abszolút. Tehát én nagyon ezt hogy fogadják? Tulajdonképpen én azt vettem észre, hogy még a nemleges válasz is nagyon bíztató a családoknak. Tehát mi arra törekszünk, és a kollégáimat is erre bíztatom, hogy mondjuk meg a valós helyzetet, tehát szembesítsük a családot azzal, hogy milyen helyzetben van, mire számíthat, mi lehet ennek a következménye, és hogyha olyan helyzetben van, ami már kilátástalan, akkor egy válságmenedzseléssel tudunk neki segíteni, de megmondjuk őszintén, hogy milyen helyzetet idézett elő akár a devizahiteles kérdés. Kilakoltatástól tudtatok-e már megmenteni családot vagy családokat? Ez, ami most sajnos hát igen, nagyon most, igazából, hogy húsba vágó kérdés egy családnál főleg. Hát kilakoltatási moratórium van most éppen, úgyhogy nem, ez, be nem is tart, ez, a... ez be is tartják? Ugye rengeteg hírt lehet olvasni különféle internetes oldalakon, igen, hogy nem mindenhol tartják be. Ezért kérdezem, hogy mi a igazság ez ügyben? Nagyon vegyes. A tapasztalataink szerint nem jellemzően a kilakoltatás fázisába kerülő családok azok, akik megkeresnek minket, hanem inkább azok a családok, akiknek vagy még folyamatban lévő kölcsönszerződésük van, de már nagyon nagy nehézséget okoz ugye a minden hónapban történő kifizetés. Ugye, kifizetés, illetve azok, akik mondjuk esetleg már felmondott hitellel érkeznek hozzánk, vagy mondjuk a végrehajtási stádiumba kerültek. De ott, még, ott is tudtok segíteni, hogyha már végrehajtási stádiumba így kerül van, egy... Így van, így van, végrehajtási stádiumban is. Igen, nyilván az, hogy a végrehajtás melyik stádiumában van, az nagyon fontos, mert van egy bizonyos pont, ahol már nagyon nehéz segíteni. Most az új törvény, ugye ez a 2014 évi 40-es, ez az elszámolási törvény, ez a végrehajtásokat is felfüggeszti most a devizahiteles ügyfeleknél. Itt fontos felhívnom a családok figyelmét arra, hogy aki esetleg ilyen helyzetben van, hogy mondjuk a fizetéséből, nyugdíjából, ugye most vonták ugye a devizahitellel kapcsolatos végrehajtás során a részleteket, most saját indítványára, kérelemre, ugye a végrehajtó felé felfüggesztetheti ezt, és nem hajtják, tehát nem foganatosítják addig, amíg az elszámolás megtörténik. Most attól tartok, és elnézést, nem akarok senkit megsérteni, de biztos van sok olyan károsult, aki nem igazából tudja ezt értelmezni, hogy mit is kell csinálnia. Ugye? Abszolút egyetértünk. Na most gondolom ezeknek ez egy nagyon jó lenne, hogyha különféle több ilyen szervezet van, hogyha megkeresnék őket, akár benneteket így van, is. Így van. Csak ne üljenek otthon és tétlenül várják a csodát, ugye? Ezt nagyon jól mondod, és ezt külön kiemelném én is, hogy ez most nagyon fontos, talán a lehető legfontosabb most, hogy a családok ne tétlenül üljenek, hanem keressenek egy tényleg pénzügyi és jogi támogatást, ugyanis ez egy olyan speciális helyzet, amiben most kerültek, amit úgy gondolom, hogy támogatás nélkül nagyon nehezen fognak
fognak tudni megoldani. És ugye ez is egy olyan döntéshelyzet, ami gyakorlatilag hosszú évekre kihatással lesz, hogyha ezt nem megfelelően kezelik, vagy nem megfelelően hozzák meg ezeket a döntéseket. Különféle oldalakon böngészve most legtöbb helyen arról írnak, arról cikkeznek, arról beszélgetnek a devizahiteles károsultak, hogy mennyi pénzt fognak majd visszakapni a kormánynak köszönhetően. Jogos ez az ábrándozás, vagy ez egy álom, csak hogy pénzt kapnak vissza? Hiszen ha jól tudom, de hát majd te, mint szakember, ezt kijavított, legfeljebb kompenzáció lett szó, tehát pénzt nem fognak kapni. Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez nagyon aktuális, ugyanis nagyon sok család, akivel kapcsolatba kerülünk, pont azt mondja, hogy hát ő bizony megvárja az elszámolást, mert akár 25-30% is vissza fog kapni ugye a devizahiteléből, és hát ez egy valóban ez egy ábrándozás, és én azt gondolom, hogy itt nincs más a háttérben, mint az, hogy nincsenek tisztába téve azok a fogalmak, amik ehhez a devizahitel kérdéshez kapcsolódnak. Itt arra gondolok, nagyon sokan összekeverik ugye az árfolyam rést az árfolyam különbözet változásával. Ugye az árfolyam rés az a napi vételi eladási árfolyam közötti különbözet, ami ugye pár forint lehet csupán. Ugye ez az, amit a törvény most lehetővé tesz, hogy a devizahitelesek visszakapjanak. És ugye az árfolyam változás különbözet, az viszont az elmúlt éveknek ugye a deviza árfolyamának a változás, ami bizony még akár 100 forint is lehet egy deviza esetében, de ezt nagyon fontos, hogy ne keverjük össze, mert így akkor már is kiderül, hogy ez csupán tényleg pár tízezer forintnyi tétel. Igen, mert ugye megjelentek, és elég komoly internetes oldalakon, hogy akár 1,5 millió forint is, de igazából itt nem is erről van szó, mert ezt még kibontjuk, hanem hogy te is ugye mondtad, hogy visszakapják, ugye így fogalmazunk. Igen. De valójában, és ugye sok ember arra asszociál, hogy akkor jön a postás, és kapja vissza a pénzt. Igen, igen. De itt, hogy visszakapják, ez teljesen mást jelent a gyakorlati életben. Így azaz van. Pontosan ez mit is jelent? Pontosan azt jelenti, hogy ugye pont ez az előbb említett törvény, ez az elszámolási törvény, ez pontosan szabályozza azt, hogy ezt hogyan fogják jóváírni, és miből fogják jóváírni. Pontosan. Nem az, hogy most visszakapsz. Így van, így van. Hát ugye a folyamatban lévő hiteleknél mindenképpen, ugye azoknál a hiteleknél, ahol már ugye egy lezárt hitelről beszélünk, most ez teljesen mindegy, hogy milyen apropóból záródott le, hogy most végtörlesztették, vagy elmondták, stb. Ott ugye előfordulhat, főleg a végtörlesztetteknél, hogy ugye ott visszakapnak. Igen, tehát ott már nincs miből, így van. Viszont ugye nagyon fontos itt elmondanom azt, hogy a törvény ugye úgy fogalmaz, hogy először ugye a tartozás, a költségek, a kamat, és csak utána csökkentik, ugye, vagy írnak jóvá a tőkéből. Tehát ugye ez már is egy érdekes kérdés, vett fel, hogy valóban csökkene a tőke tartozása az adott családnak, valóban csökkene a havi törlesztő részlete. Igen. És van még egy másik fontos kérdés. Igen. Hogy most melyik tőkére gondolnak. Szuper. Ugye arról, amit én fölvettem. Így van. Vagy arról, amit a bank és az állam által már elmondott nem egészen korrekt üzleti módszereknek köszönhetően ugye felturbózott 5-szörösére, 6-szorosára is. Ugye a bankoknál ugye az a tőke van most már. Így van, így van. Most melyik tőkéről beszélünk? Én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert ugye itt ez már az árfolyam változásból az, hogy ennyire elszálltak az árfolyamok. Ugye sem az árfolyam rés, sem az egyoldalú kamatemelés tisztességtelenségéből adódó jóváírás nem fogja megoldani pont ezért, mert ugye oly mértékben elszálltak az árfolyamok, hogy már a tőke is sokkal magasabb szintre emelkedett, mint az ugye elvárható, vagy elviselhető lenne egy adott esetben. Vagy ami volt, mert ugye igen, tehát az lenne a... És ez elképzelhetetlen, hogy ezt vegye alapul a kormány, hogy amit fölvettél, azt vegyük alapnak, tőkének? Hiszen mert... A jelenleg ismereteim és tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy elképzelhetetlen. Én sokkal inkább azt gondolom, mivel hogy ugye egy svájci frank árfolyama az nem feltétlenül ugye a magyar államon vagy a magyar népen múlik, hanem itt azért világgazdasági, politikai eseményei is közrejátszanak egy valuta árfolyam változásán. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az, amit nem fogunk tudni, vagy senki nem fog tudni helyén kezelni és visszamenni az eredeti időpontban felvett árfolyamhoz. Vegyük az elszámolást,
megtörténik az elszámolás, kijön 1,5 millió forint, megkapja az illető, hogy a tőkéből, most mindegy melyikből, most sajnos, ennyit levesznek. Ezt hol tudja, hogyan tudja leellenőrizni az állampolgár, hogy jól számolt-e a bank? Igen, hát erre utaltam az elején, amikor azt mondtam, hogy ez egy speciális helyzet és speciális eset. Ugye a törvény itt lehetővé teszi azt, hogy amikor ez az elszámolás megtörténik, akkor az ügyfél ugye ellent mondhat. Ez egy nagyon fontos dolog. Mennyi ideje van 30 arra, napja van az ügyfélnek tehát arra. Tehát megkapja, akkor gyorsan el kell menni valakihez. Pontosan. Pontosan így van. Mindenképpen javasolt és ajánlatos, hogy mindenképpen menjenek el az ügyfelek, és ugye még van most 2-3 hónap addig, amíg ez az elszámolás megtörténik, tehát akár már most célszerű felkészülni, elébe menni a dolgoknak, információt gyűjteni, hogy valójában milyen lehetőségek vannak, mert ugye a bank, amikor kiküldik térti vevénnyel az elszámolást, pusztán 30 nap marad arra, hogy ezt ugye az ügyfél kontrollálja, elfogadja, és csak utána ugye kerül véglegesítésre. Viszont hát azért itt korántsem biztos, hogy ugye amit a bank küld, azt helyén való. Persze, hát tehát főleg ezek után, hogy amit a kormány meg az alkotmánybíróság megállapított, ezek után teljesen jogos, hogy az emberek kételkedni fognak a bankok hitelességében. A cégetek felkészült-e erre, hogy le tudjátok-e majd valóban korrektül ellenőrizni, hogy jól számolt-e a bank? Természetesen felkészültünk. Itt azért tudni kell, hogy ugye még mi is várunk, mert ugye ez a törvény a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe utalta azt, hogy ugye az elszámolással kapcsolatos képleteket és számítási módokat. Erre még azért mi is várunk, mert nyilván nem tudjuk addig kontrollálni. Akkor még a képlet nincs meg? Nincs meg. Akkor különféle közösségi oldalakon milyen képletek láttak napvilágot? Valakik játszadoznak itt a deviza hiteles károsultakkal, vagy csak fikciók, vagy mik akkor ezek? Mert különféle képletek jelennek meg. Én úgy gondolom, hogy ezek csak találgatások. De ez mire jó? Arra jó véleményem szerint, hogy megzavarják az emberek fejét, és megzavarják azt a tisztánlátást, amit esetleg ez az ügy elvárna. Mert valójában ugye azt, hogy az árfolyam rés már ugye egy elfogadott dolog, és ezzel számolhatnak, ez rendben van. Még erre lehet, hogy talán lehetne valamilyen számítási módokat, de nagyon könnyelműen jár el az a akár szervezet, vagy cég, vagy bárki, aki ezeket a számítási módokat most még jelenleg közzé teszi, és ezt ugye az emberekhez eljuttatja. Akkor még vártok ti is arra, hogy mit is hogyan lehet? Hát legalábbis a számításra. Igen, azzal tisztában vagyunk, ugye, amit még kiemelnék, hogy a határidők nagyon fontosak, tehát a határidőkre nagyon oda kell figyelni, tehát én azt gondolom, hogy tényleg fontos, hogy most az emberek ezt a 2-3 hónapot kihasználják arra, hogy információt gyűjtsenek. Ez idő alatt biztos vagyok benne, hogy az elszámolási metodikák is megszületnek, bár hozzáteszem, hogy az egyoldalú kamatemelés tisztességtelensége, ugye, amit a törvény úgy ír, hogy az árfolyam rés együtt kell ugye az elszámolásnak megtörténnie, hát ez korántsem biztos, hogy így lesz, hiszen erről most éppen ma is ugye több bank is a bíróságon ugye keresetet indított, ugye, hogy a tisztességtelenséget ugye cáfolja. Tehát ez még korántsem egy lefutott meccs, én úgy gondolom, legalábbis az árfolyam rés tisztességtelensége, itt is még sok minden történhet, de ugye azt is azért nem árt megemlíteni, hogy az alkotmánybíróság döntése is most egy nagyon komoly dolog, ugye, ami pont a bíróságok nyújtották be, ugye az alkotmánybíróság felé, ugyanis, hogyha pozitív, tehát az ügyfelek számára pozitív döntés születik, akkor már is a nulla pontra visszaestünk, és a devizahiteles törvény, illetve az elszámolási törvény is ugye semmisé válik. Akkor jelen helyzetben azt lehet mondani, hogy még semmi sem dőlt el, még bármi lehet? Így van. Éppen akár még bele is fulladhatnak a devizakárosultak? Hát valóban van rá esély, hogy
Tehát én talán úgy fogalmaznék inkább, hogy nagyon észnél kell lenni, nagyon résen kell lenni, a lehetett időt, pénzt nem sajnálva, tényleg független szakmai segítséget, hátteret igénybe venni ebben a helyzetben, mert itt komoly tétje van annak, hogy mi hogy alakul a következő hónapokban. Nyilván ez a devizahitelesekre. Hát amiket elmondtál, abból lesz szűrve nekem, hogy bár tűnik, hogy az első magyar családmentornak itt rengeteg ügye lesz, és kevés lesz a telefon, meg az íróasztal, mert ha megtörténik ez a bizonyos elszámolás, és sajnos abból a tőkéből fogják majd, amiről ugye beszéltünk, igen, akkor olybá tűnik, de lehet, hogy tévedek, majd kiavítasz, hogy akkor ez sem lesz megoldás. Ebben teljesen igazad van. Tehát ez nem fogja megoldani a devizahitelesek problémáját, a valós problémáját. Lehet, hogy enyhít, lehet, hogy nem. De hogy a problémát nem fogja megoldani, az egészen biztos. Tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy bár ugye ezzel a törvénnyel két semmiségi okot vettek ki a perelhetőségi körből, de akkor is fontos, hogyha valaki a valós helyzetét, a valós gondját szeretné megoldani, akkor meg kell vizsgálni a perelhetőség lehetőségét is. Továbbra is így van. Ami viszonyítva. Több pont van, az ügyvédeink már fel vannak készülve, ők már kidolgozták azt a stratégiát, ami alapján ugye azt az érintett devizahiteles kört, akinek ez még megoldás lehet, ugye fogunk tudni segíteni, fogjuk tudni ezeket a kereseteket, de ugye azért azt is látni kell, hogy jóval nehezebb lett most már ez a szituáció, hiszen szűkültek a lehetőségek, már sokan kiesnek akár a perelhetőség köréből is. Ugye kifejezetten vannak ugye, olyan csak bankok... Azért, hogy, bocsáss, csak azért, hogy mindenki ért, hogy hány ember annyiféle szerződés így van. És ugye van, ahol csak két hibát, vagy három hibát követtek el a bankok. Pontosan így van. Van, ahol meg 15-öt, és ugye ottól csak két-három hibát követtek el a bankok, és pont azokat vettek az Alkotmánybíróság, akkor úgymond ők sajnos rosszul járnak. De ott, ahol 10-15 hiba is van, akkor mi mindig van még 10-12, ugye, ami meg lehet támadni. Így van, tehát mindig van nyilván olyan semmiségi vagy érvénytelenségi ok, amivel még érdemes foglalkozni, de azt tudni kell, hogy mi korábban 6 hónap, 1 év alatt ugye egy megállapítási keresettel nagyon rövid idő alatt, viszonylag rövid idő alatt tudtunk valamilyen eredményt elérni. Most ezt az eljárás időt 2-3 évre kitolta a törvény, mégpedig azzal, hogy ugye külön előírja azt, hogy meg kell határozni a jogkövetkezményt. Tehát, hogy mit kérek, mit akarok pontosan. Ugye itt azt akarom, hogy számoljunk el, igen, de úgy számoljunk el, ugye, hogy az az ügyfél számára a legoptimálisabb, akár ugye a tartozást lecsökkentve, vagy akár ugye az eredetileg felvett összegre történő elszámolás. Tehát, hogyha valaki azt mondja, jó, bíróságra vissza, mert még jó sok pont maradt, ami támadható, akkor is több év, mire... Így van. Addig meg viszont fizetnie kellene. Igen. Tehát akkor megint nincs megoldva a helyzet. Ez így nagyon nem jó. Mert ugye azt mondjuk, hogy jó, ahány egy szerződés, ugye igen, mindenki kell menjen pereskedjen. De hát, hogyha ilyen sokáig kell pereskedni, abból belerokkannak. Pont ezért van nagy felelőssége most azoknak a cégekkel, akik ilyen devizakárosultakkal vagy devizahitelesekkel foglalkoznak, ugyanis ez is egy olyan szűrő, ugye ez a 2-3 év, ami lehetséges, hogy például az autóhitelek tipikusan ilyenek, hogy már nem is biztos, hogy megéri egy ugye költséget a per által ugye felvállalva elindulni ezen az úton, akkor nyilván egy más megoldást kell keresni. Akkor nem egyszerű a helyzet, továbbra sem. Továbbra sem egyszerű, sőt azt gondolom, hogy talán most még nehezebb. Még nehezebb? Minden egyes jel arra utal most, hogy egyre nehezebb. Éppen ezért említettem azt, hogy speciális helyzet és egy speciális támogatást igényel, mert ha mi, akik több száz tárgyaláson keresztül is ugye várunk, nézzük, hogy milyen úton lehet haladni, akkor ez én úgy gondolom, hogy nem várható el egy olyan devizahitelestől, aki esetleg nem ennyire járatos, vagy nem ennyire tájékozott ezen a területen.
a bírók mennyire lesznek nyitottak az ügyfelek felé, vagy mennyire fogják elfogadni a mindenkori kormány álláspontját? Hát én nagyon hiszek benne, és remélem azt, hogy tényleg a devizahitelesek mellett fog a jog, vagy a törvényesség mellett áll majd, és valóban az ő érdekeiket fogják képviselni a bírák ítélete. Én nagyon bízok benne, alapvetően nagyon optimista ember vagyok, tehát továbbra is bízom abban, hogy azért nem kell csalódnunk, és nem kell mondjuk a jog érvényesítést csúdba dobni, hanem tényleg meg lesz a devizahitelesek igazsága, és megkapják azt a döntést, ami valóban az ő helyzetüket fogja megoldani. Hiszel benne? Hát optimista ember vagyok. Hát kemény harc lesz akkor még. Ez így van. Kemény és egy harcos időszak következik, azt gondolom. Mindenképpen fontos, hogy itt most már azért 1,3 millió hiteles vagy kölcsönszerződésről beszélünk, mert ugye addig, amíg az árfolyam rész csak a devizahiteleseket, addig ugye az egyoldalú kamatemelés tisztességtelensége már a forint hiteleseket is érinti. Tehát én úgy gondolom, hogy nekik is fontos lenne egy szakmai segítség vagy szakmai támogatás. Lényegesnek tartom azt, hogy azok, akik 180 forinton, tehát rögzített árfolyamon végtörlesztettek, ugye nekik is van keresnivalójuk azért ezen a területen, mert ugyan az árfolyam részből nem, de az egyoldalú kamatemelés tisztességtelenségéből számíthatnak azért valamilyen térítésre. Viszont nagyon fontos, hogy bármelyik befejezett stádiumú kölcsönszerződés és az ügyfél kérelmére fog ez az elszámolás megtörténni. Tehát pont ezért van nagy szerepe a határidőfigyelésnél, mert a hány ügy annyi féle, annyi határidő, tehát ezt nagyon pontosan kell követni ahhoz, hogy ne maradjon le senki, és valóban megkaphassa azt, ami jár neki, még ha nem is oldja meg adott esetben a fő problémáját. Mi a leggyakoribb kérdés, amivel hozzátok fordulnak a devizahitelkárosultak? Mi is az? Tulajdonképpen azt látom, hogy bizonytalanok, tehát hisznek valamiben, ugye abban, hogy ők majd most nagyon jól fognak járni, de ugyanakkor bizonytalanok abban, hogy valós megoldást találnak az ő problémájukra. És ezt a bizonytalanságot kell valamiféleképpen helyre tenni. Én úgy gondolom, hogy ez szakmaisággal lehet. Szakmaisággal, észérvekkel megmutatni a saját helyzetükben. De csak egy ideig, óráig. Mindig nem lehet. Sokáig nem lehet. Sokáig nem lehet, de nincs más eszköz most. Tehát akkora az űrzavar és a káosz, hogy én úgy gondolom, hogy nincs más eszköz. Mindenkinek a saját érdekeit kell most védeni, saját szemszögéből kell vizsgálni ezt a helyzetet. Igen, csak hogy védjük, hogyha bíróságon elhúzódik évekig az ügy? Most ez a helyzet. De talán az Alkotmánybíróság rövidebb határidővel megoldja ezt azzal. Ezt terítéken van egyébként? Abszolút, igen, igen. Mi is várjuk most, hogy az alkotmánybírák milyen döntést hoznak, mert ugyanis ez tényleg nagyon komoly változást hozhat. Akár ugye visszakerülhetünk a nulla pontra, és marad minden a régiben, és folytathatjuk továbbra is a valós devizahitel kérdésnek a megoldását, ahogy eddig is tettük. Hát... akkor nincsenek könnyű helyzetben, akkor azt mondod. Nincsenek, bizony. És azt is mondom, hogy szakértői támogatás nélkül nem is lesznek könnyű helyzetben. Tehát itt pontosan tudni kell a fogalmakat, pontosan tudni kell, hogy mire számíthatnak, miért küzdenek, mi lesz az eredménye, stratégikusan kell gondolkodni, tervszerűen kell felépíteni most ezt a kérdést, és tényleg oda kell figyelni. Most minden információnak súlya van, minden információ aranyat ér, viszont nagyon fontos, hogy ez függetlenül és szakmai sággal telítve érkezzen az ügyfelek, vagy legalábbis a devizahitelesek felé. Zárásként hallani olyat is, hogy forintosítani akarják. Ez megoldás lenne? Én úgy gondolom, hogy nem.
A forintosítás az a jövőbeni deviza árfolyam változásnak a kockázatát venné ki, de ne felejtsük azt el, amit az elején is, amiről szó volt, hogy a megemelkedett tőke az nem fog eltűnni egy forintosítással. Uh-huh. Sőt, én azt gondolom, hogy a veszteséget fogják realizálni azok a devizahitelesek, akiknek a devizahitelét ugye forintosítani fogják. Hát újra elkezdi törleszteni? Hát újra elkezdi törleszteni, ugye nyilván ki kell esetleg tolni a törlesztésnek a határidejét. Lehet, hogy a devizakockázatot ugyan elveszíti, de egy olyan emelkedett tőke után fogja megfizetni a kamatot, a kezelési költségeket és egyéb költségeket, amit ugye már lehet, hogy adott esetben már vissza is fizetett, hiszen már nagyon sokszor láttuk ezt is, hogy már a tőke tartozását törlesztették a devizahitelesek. Hát, bízunk benne, hogyha legközelebb találkozunk, jobb hírekről fogsz majd beszámolni. Hát én is bízom benne, és mi is azon vagyunk, hogy ez így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. További devizahitelmentes napot.